ismét vészhelyzet kihirdetésére készülnek Szlovákiában. A kormány erről szerdán hoz döntést, de a miniszterelnök már előre vetítette, hogy a járványhelyzet romlásának megfékezéséhez szükség lesz a vészhelyzet bevezetésére. A szituáció rendkívül súlyos. Nem tudjuk, mi fog történni az elkövetkező hetekben. A válságstáb legújabb rendelkezései remélhetőleg javítanak majd az egészségügyi állapotokon, mondta Igor Matovič. A szlovák kormányfő arra utalt, hogy októbertől csaknem az összes tömegrendezvényt betiltják, az esküvők, keresztelők, temetések és önkormányzati ülések kivételével. Az üzletekben és a vendéglátóhelyeken korlátozzák a vásárlók és a vendégek számát, valamint kül- és beltéren egyaránt kötelező lesz a maszkviselés, ha nem tartható be a legalább 2 méteres távolság az emberek között.